Hello mindenkinek, ez a House of the Dead 2 bemutató második része, folytassuk a második fejezettel. Muddy, vagyis sáros, nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik a pályához. Na, mi fene? Streets Racer! Hú, hát kb. Ilyen volt az irányítása abban a játékban is. Érdekes, hogy ilyen kis polszkit raktak a játékba. Aranyosan néz ki szerintem. Akkor itt vannak a furgonból előugró zombik. Érdekes a furgon belseje, de mindegy. Nem tudom egyébként, hogy milyen városban játszódik ez a játék, de eléggé ózsdi, tehát kb. 17-18. Századra tippelem. És a tetőről leugrik egy ilyen valami. Nem tudom mi ez egyébként, néha jó lenne, hogyha tudnám definiálni, hogy mit lövök szarra. Legalábbis megpróbálom, ezek ilyen vasember állarcos törpék. Itt pedig a Jehova tanúinak álcázott zombik próbálnak bejutni a lakásodba. Sú, égből pottyant mesék. Még egy fejszés. Belelőttük a plafonba. Mióta van a baglyoknak fogsora most, komolyan? Megint két ilyen késdobálós padlócirkáló. Tényleg nem tudom, hogy mik ezek. Ami ninják lehetnek, de érdekesek minden esetre. Ahhoz, hogy a kulcsot be tudjuk tenni az ajtóba, ahhoz rá kell lőnünk egyet. Érdekes megoldás, biztos mindenki így szokta otthon. Nagy darab kövér hóhérzom és kisfiú. Hát, mondjuk ez szerintem poénosabban néz ki így. Na, a faterja bent van, ki kell menteni, rendben. Kedvenc zombiaim kicsit jobban néznek ki már az előző rész óta, bár ott a félelmetesebbek lettek volna. Jó, te meg szaladj bele, jó van. Aztán TV közvetítést látunk a szabadtéri koncertről, ahol ez a nagy szörny eléggé headbangel, vagy legalábbis ugrál. Ezek pedig a szőnyeg alá rejtették a problémákat, és szőnyeg alá seperték, meg a kukacokat is, ahogy látszik. Meg ilyen zombik lábatlankodnak itt a szellőzőben. Ezek teljesen jók. Bika viadalos poszterek. Milyen város ez most komolyan? Megint egy hóhér zombi. Fazon meg megkérdezi, hogy mi baj ezzel a várossal? Hát nem tudom igazából semmi. Zombik vannak, én meg lövöldözöm őket. Újfajta moszatos zombi. Kb. Így néz ki az a hús is, amit én odaégetek. Ha nem figyelek oda, ilyen fekete odakozmált lesz. Fazon fejbe csapják az ajtóval. Dupla láncfűrészes zombi. Elég komolyan néz ki azért. Kemény ellenfél lehet négy a valóságban. Ah, köszi. Életet. Fönt egy fejszész zombi és érdekes ellenfelek. Ezek a itt lévő kromnikkellel bevont halak. Nem tudom, hogy ez miért jó nekik. Így csillognak, tán könnyebb észrevenni. Megint ilyen moszat zombi, meg ilyen odakozmált moszat zombi. Ezek még jól is néznek ki, majd a következő pályán több is lesz. De aztán két dagi hóhér zombi. Igazából nem tudom, hogy ezek a zombivá válások előtt mik lehettek, valami... Lehet, hogy valami középkori város, ez tényleg is ilyen hóhérok voltak, de nem tudom elképzelni. Komolyan. Na, itt mindenki döglött. Ó, itt vannak a barátaink, játszópajtások, Amy és Harry. A káosz növekszik a városban. Hát ez így van. És egy bizonyos Goldman nevű fickóról beszéltünk, amikor félbeszakít minket egy ilyen érdekes halszerű lény. Nem tudom, régen a Power Rangers sorozatban volt hasonló ellenfél. Ennek így a közepét kell szétlőni, vagy a szívét. Egy picit begyorsítottam, hogy ahogy ígértem, hogy ne legyen olyan baromira unalmas. Meg aztán később belugrik a vízbe, és akkor szintén kromnikkellel bevont pirányákat kell lövöldöznünk. Aztán jobbra-balra ugrál, de igazából nagyon könnyű ellenfél. Tehát ennyi volt. Szétlőttük, akkor beesik a vízbe. És meg is döglik. Lesz belőle harudacska, egy igló kapitány. És hogy ki volt az az ember az előző rész végén, az most ki fog derülni, aki Rogenre tippelt, az rosszul tippelt. It's me,
Goldman. Egy aranyember! Caleb Goldman 40-es évei elején jár, és egy világvezető üzleti csoportosulás feje. Saját vagyona nagy részét aktívan az emberi génkutatások tudományába fekteti. Kutatásairól hamarosan jelentést ad, de egyik kísérletét sem hagyták jóvá hivatalosan. Lenyűgözően hűvös és intelligens megjelenése van, de legbelül rendkívül aggódó a természet jövője és az emberi faj fejlődése iránt. Na persze. A Sötétség című harmadik fejezetnek az elején megtudjuk, hogy a 98-as Kyrian eset, vagyis a House of the Dead első részének történései mögött valójában nem Kyrian Doki, hanem ez a Goldman állt, aki nagyon gazdag és ilyen génkutatásokkal foglalkozik, úgyhogy most őt kell levadásznunk. James Fedez, oké, okay. Ilyen kemény beszólást meg Schwarzenegger sem tud. Ez egész pálya ilyen vizes lesz, valamiért Velencére emlékeztet ez a pálya. James, jól vagy? Ilyen közt pofán rugott egy zombi, de meg vagyok, ne aggódj. Szóval az Velencére emlékeztet engem ez a pálya, de továbbra sincs fogalmam, hogy konkrétan melyik városban játszódik. Ez nem is említi sehol, se a program, se a kézikönyv. Vannak ilyen öngyilkos, vízből ránk vetődő aszalt zombik. Hoppá, milyen luftat idött ez a kis zöld. Kromnikkeles halak megint. Ezekből lehetett volna több. Ez a motorcsónakos jelenet majd a későbbiekben fontos lesz, legalábbis az original mode bemutatása során, amit a következő videóban láthattok. Közben jön a telefonhívás, nem közvélemény kutatás, hanem Goldman hagyott nekünk egy üzenetet. Azt mondja, hogy a Colosseumnál vár minket, az északi oldalán a városnak. Hát lehet, hogy csapda, de azért menjünk oda. Így van, Harry megmondja a Frankót. Joyce meg sikítozik, hogy jaj, James, ott lőjél! És akkor kijönnek a raktárból ezek a zombik, és itt van az újfajta ellenfél, ez a... Egyébként szerintem baromi jó kinéző izmos ilyen Jean-Claude Van Damme zombi. Vagy legalábbis kondi malac. Megmentjük a Joyce-it. Haladjunk. Ezek a fejszések már kezdenek unalmassá válni egy kicsit, ha engem kérdeztek. Aki itt lelövi az összes denevért, amik kijöttek, annak főzök egy teát. Vagy kávét. Itt vannak kedvenc zombiaim. És itt ki is raknak minket, pontosabban kiszállunk. Mi megyünk ezen a föld alatti járaton, ők pedig a könnyebb utat választják. Nem tudom, miért nem mennek együtt. Na, ez a fazon sikeresen lebukott a lövések elől, bár valamikor beleszalad. Bementek a barátaim, de még nem jöttek vissza. Én mondtam nekik, hogy ne menjenek. Talán azért mentek, hogy így át lehet menni rajtad. Nem tudtad őket megállítani, és egy hatalmas ilyen virsli vagy micsoda berántotta a fickót. Az igen. Ez a szörny, azt hiszem, a Tower nevet viseli. Feje a gyenge pontja. Őszintén szólva, engem arra emlékeztet, mintha ilyen szem nélküli harapós virslik lennének, középen egy ilyen romlott virslivel, ami így bekékült. Igazából ez egyik legkönnyebben és leggyorsabban megölhető főellenfél. Folyamatosan tátognak, csak közben nem énekelnek. Tehát szinte könnyen ki lehet nyírni. És utána ez a bekékült virsli, ez kimenekül. Attól függően, hogy melyik oldalon jöttünk be ebbe a szobába, tehát itt is vannak ugye úgymond választható útvonalak, hogy milyen túszt mentünk meg, stb. Ezáltal lehet útvonalat választani. És jelen esetben egy ilyen vizes területen küzdünk vele, de a másik oldalról belépve pedig ilyen földes helyen leszünk, és a föld alól fog kitörni. Szerintem ez a vizes azért jobban néz ki. Egy közelről azért látszik, hogy elég csúnya a grafika, pedig 2000-es játék. Na mindegy, ez belefejelt a vízbe. És itt ilyen egy epic beszólás biztos. Jön a hívás. Jaj, James, gyere gyorsan! Valami szörnyűséges dolog történik. Hát elég szörnyű, hogy a telefon így a levegőben marad. Vagy ha nem, akkor legalábbis baromi nagy ez a telefon.
Na, a hátrajövő pár percben szóljunk pár szót a training módról is, ami a gyakorló módnak felel meg, de egész meglepő dolgok vannak benne. Itt különböző pályákon mehetünk végig, illetve különbözőek a céljaink is. Például ebben az első részben az a feladatunk, hogy a civileket megmentsük. Pontosabban az lőjük le a zombikat, mielőtt megeszik a civileket, vagy leütik, vagy felszabdalják, vagy akármi. De sokkal pörgősebb egyébként, mint az alapjáték szerintem. Eléggé profi meg van ezt szerkesztve. Itt van például Magdi néni. És miután egy ilyen kis pályaszakaszt megcsináltunk, bejön James, azt mondja, hogy sikerült, és mehetünk a következő szintre. Illetve megkapjuk a következő fajta tréninget, amik például olyanok, hogy 30 lőszerrel és 2 élettel csinálj meg egy előre beállított szakaszt. Nem olyan könnyű, ezt higgyétek el. Vagy pedig lőjünk szét különböző hordókat, pontosabban az összeset. Ez akkor jó, hogyha meg akarod szerezni az ilyen bónusz dolgokat majd a original módban, erre tökéletes gyakorlás. A reflexeket is kicsit edzi, nem úgy, mint a következő, ahol az a cél, hogy Carl-t lőjük szét. Ez nagyjából csak abban segít, hogy elzsibbanjanak az ujjaid, meg görcsöt kapjon a kezed. Aztán egy elég szemét rész, ezen a kis részen áthaladó zombikat kell lelőni, illetve a civileket megmenteni, ami eléggé reflexjáték, úgyhogy néha beleszalad az ember a lövésünkbe, vagy éppen fordítva. Szóval nem olyan könnyű rész ez, de a következő résznél mindenképpen könnyebb. A következő rész, ez a kispolszkis, ez a játék, vagy hát a training módnak a legszemetebb, leggyökerebb módja. Iszonyatosan nehéz, és igazából nem értem a célját, hiszen ilyen autós jelenet egyetlen egy van a játékban. Az is gyakorlatilag 3 lövéssel megoldható. És semmilyen jutalmat nem kapunk érte, max annyi, hogy tovább mehetünk a következő szintre. 5 különböző szint, pontosabban 6 különböző szint van az ilyen training módoknál. És hogyha mindegyiket teljesítitek maxra, akkor megkapjátok a 9-es pályát, vagyis a húrt, ami másik nagy kedvencem, igazából tök poénos és egyszerű. Az a lényeg, hogy így a civilek helyett, majd a civilek mellett lévő zombikat kell kinyírni a megadott időn belül. Ez elég könnyű és igazából mókás is, tehát ilyen rajt pozícióban nem láttam még zombit. És ha mindegyik megvan, akkor megkapjuk az utolsót, ami annyit tesz, hogy ezt a érmét kell 20 másodpercig, majd a legvégén másfél percig a levegőbe tartani így rálövéssel. Erről a training módról az a véleményem, hogy egyrésztről jó is, mert a különböző fontos dolgokat, például a hordók, vagy például az aranybéka eltalálása megkönnyíti, de igazából egy csomó felesleges dolog is van benne, úgyhogy akinek tetszik, vagy szereti ezt a kihívást, azt próbálja ki, a többiek viszont hanyagolják, nem vesztenek vele semmit. Na, még jön egy-két rész, várjátok azt is, legyetek jók, szevasztok!